az 56-os eseményeknek a két gyökeréből, az egyik a függetlenségi harc a szovjet megszállás ellen, a másik egy alternatív emberarcú vagy demokratikus, de szocialista típusú társadalom létrehozása. Ez a két fő vonala 56-nak. Ebből 56 óta főleg az első, majdnem kizárólag az első aspektus, tehát a nemzeti szabadságharc aspektusra került erőtérbe, különösen amiatt a Fidesz, amely a nacionalizmusra támasztja az egész politikáját, ezzel foglalkozik. Egy dolog világos volt, a ruszkik haza. Azonban emellett létrejöttek a munkástanácsok is. Vannak a munkások, akik saját magukat igazgatják, létrehozzák az önigazgatási szerveiket, és ők döntik el, hogy mondjuk egy gyár hogy működjön egy város, akkor azt mondom, munkástanácsnak hívtak, hanem városnak, de hogy mindesetre a saját maguk választják, és nem fölülről oktorolják vezetőket, hanem ők maguk alakítanak ki egy csoportot, és akkor ők igazgatnak. Én megnéztem pár ilyen munkástanácsnak a tevékenységét 56-ban, és akkor nem tudom, én például az óbudai ruhagyárnak a munkástanács, akkor ők végig gondolták azt, hogy jó, akkor hogyan legyen a termelés. Na most az, hogy létrejöttek a munkástanácsok, ezt senki sem javasolta fölülről. Itt volt a jugoszláv modell, némi ismeret róla, és ez egy kreativitás volt az emberek részéről. 56 és 90 között egyáltalán hivatalosan erről nem esett szó, mert hát egy ellenforradalom volt gyilkosokkal és antiszemitákkal, de ez az oldala a magyar forradalomnak, ami nekem különösen, hozzám különösen közel áll, és fontosnak tartom, ez tökéletesen kisöprődött a dialógus, a diskurzusból. A nyugati irodalomnak van egy erős része, amelyik ennek a baloldaliságra, ennek a munkástanácsos dologra fókuszál, ami itthon jó volt. Tehát inkább itt látom a balansz különbséget, az egyensúlyban a különbséget, hogy Nyugat-Európában sokkal erősebben megjelenik, mint amennyire Magyarország. Én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet erőltetni egy bizonyos történelmi narratíva megszületését, mert ugye ahhoz kellene mindig emberek, akik azt megírják. És az nem olyan, hogy hirtelen. Tehát nem lehet egy könyvet, hiába rak valaki nagyon sok pénzt, nem lehet egy kutatást egy perc alatt megcsinálni. Tehát az kell, hogy legyen már előtte, mögötte munka, vagy előtte valaki foglalkozna azzal, és akkor tehát rá lehet szállni egy vonatra, de csak akkor, hogyha van az embernek csomagja. Tehát különben akkor nem lesz belőle semmi.